Sziasztok, Lehoszki Zoltán vagyok, ismét a tartalomkezelés a felhőben című kurzuson, kurzustól. Hát nem tudom, igazából nem a kurzustól jöttem. Na mindegy. Amivel pedig ma tanulni fogunk, folytatva az előbbieket, amit az orchardról és az orchard tartalomkezelésről tanultunk, az a felhasználókezelés. Tehát ismét valami, amit kezelni fogunk ebben a tartalomkezelő rendszerben. Ugyanis miről van szó? Persze lehet egy weboldalon regisztrálni, mint ahogy Orchardban is, bár ezt egyébként különbe kell állítani, amit majd hamarosan látni fogunk. És ha már az emberek regisztrálhatnak, bejelentkezhetnek, és a saját nevüket használhatják, mondjuk kommenteléskor, akkor valószínűleg előbb-utóbb azt is meg akarjuk szabni, hogy ők őnekik mit szabad és mit nem. Ez pedig a jogosultságkezelés témaköre. És mindenről, tehát most felhasználókezelésről és jogosultságkezelésről fogunk tanulni. Úgyhogy nézzük is, hogyan megy ez. Menjünk be először is a vezérlőpultba, és itt ismerkedjünk meg az alapokkal. Itt van egy felhasználók menüpontunk, de ne ezzel kezdjük, hanem a felhasználók beállításaival először is. És a beállítások alatt van egy felhasználók menüpontunk, ahol a felhasználói beállítások vannak. Hát és itt rögtön egy elég fontos dolog, hogy szabad-e regisztrálni? Ugyanis alapból nem, alapból ez meg van tiltva, és senki sem regisztrálhat a weboldalon, ami egyébként egy hasznos alapbeállítás. Úgyhogy ha azt akarjuk, hogy legyenek felhasználóink, akkor ezt mondjuk be kell pipálni. Itt rögtön meg is jelennek ezek a másik két opciónknál ezek a figyelmeztetések, hogy a felhasználók csak akkor tudnak maguknak új jelszót kérni, meg csak akkor tudjuk megerősíteni, csak akkor tudjuk az e-mail címük megerősítését kérni, hogyha be van kapcsolva az e-mailezés. Ezt be is kapcsolhatjuk egyébként. De még mielőtt ezt megtesszük, még az utolsó opció, ez a felhasználók csak a jóváhagyás követően jelentkezhetnek be, ez arra vonatkozik, hogyha valaki beregisztrál, akkor rögtön bejelentkezhessene és használhassa az oldalt, vagy először nekünk rá kell nyomni a felhasználónál, hogy engedélyezzük őket. Ez erősen az oldal jellegétől függ, hogy van értelme, általában ez nem szükséges. Úgyhogy mentsünk is rá. És most megnyitok a modulok, itt kapcsoljuk be az e-mail messaginget, pontosan ezt. Ugye az, hogy mik azok a modulok, meg mik azok a funkciók, azt már korábban láttuk, és nem sokkal ezelőtt ugye az image editing, vagy editor modult, funkciót be is kapcsoltuk. Most pedig az e-mail messaginget. Ez innentől kezdve tudunk orchardból e-mailt küldeni. Na hát nyilván nem arra való, hogy kiváltsuk a Gmailt, de az orchardban lévő modulok innentől kezdve tudnak e-mailt küldeni mindenféle funkció érdekében. És itt meg is jelent egyébként az e-mail beállítások opció, vagy menüpont. A jó hír az, hogy itt nincs mit tennünk. Tehát .NET-en ez mind ki van töltve, ahogy lássuk is, nem szükséges bármit is tennünk ahhoz, hogy az e-mailezés működjön. Viszont, hogyha magunk futtatjuk az orchardot, magunk hostoljuk az orchardot, mert mi feltelepítjük egy szerverre, akkor ezzel is foglalkozni kell. Úgyhogy igazából ennyit erről. .NET-en nem kell ezzel foglalkozni, mert működni fog. Ha viszont saját magunk hostoljuk az orchardot, akkor kell vele foglalkozni. Hát itt ráfrissülve már el is tűnnek a figyelmeztetések. Mondjuk azt, hogy a felhasználók új jelszót kérhetnek maguknak, tehát hogyha valaki elfelejti a jelszavát, akkor e-mailben kérhet magának egy új jelszót, ez nyilván hasznos. Viszont azt ne pipáljuk be, hogy a felhasználóknak most meg is kell erősíteniük a jelszavukat, ugyanis ki fogjuk próbálni a regisztrációt, és ne kelljen most várni egy e-mailre. Úgyhogy mentés. De egyébként ez nem egy túl nagy meglepetés, olyan, mint bármilyen regisztráció megerősítő e-mail. Úgyhogy próbáljuk is ki, és regisztráljunk az oldalon. Úgyhogy nyissuk meg az oldalt, csak inkognitóban, de nem azért, mert valami buszustalanságot akarunk csinálni, hanem hogy ne legyünk itt bejelentkezve. Bejelentkezés,
És hát ugye most új felhasználók vagyunk, tehát nem tudok bejelentkezni. Viszont itt van a regisztráció a linkünk. Úgyhogy ott tudunk regisztrálni, és itt van egyébként a jelszó elfelejtés a funkció is, amit ez alatt lehet elérni, ahol kiküldethetjük magunknak a jelszónkat. De menjünk vissza, és regisztráljunk. Hát a regisztráció az pont annyira nem meglepő, mint bárhol máshol. Legyen mondjuk teszt, a felhasználó nevünk az e-mail is teszt, és a jelszavunk is legyen valami, de minimum 7 karakter hosszúnak kell lennie, úgyhogy legyen teszt, meg még egyszer teszt, meg még kétszer teszt. És regisztráció. Rögtön be is jelentkeztet a rendszer egyébként, és vegyük észre, hogy itt nincs vezérlőpult link. Azért nincs a vezérlőpult link, mert nem vagyunk adminisztrátorok. Tehát ugye a felhasználónk az egy újonnan létrehozott alapfelhasználó. Úgyhogy menjünk vissza a másik ablakba, ahol viszont be vagyunk jelentkezve és admin felhasználók vagyunk. És nézzük meg, hogy milyen felhasználók vannak a rendszerben, mert ez az, amit még nem láttunk. Úgyhogy kattintsunk rá a felhasználókra. És látjuk, hát van Benedetnek is egy felhasználója, amit itt most rögtön le is tilthatnánk, vagy ki is törölhetnénk, hogyha viccesek akarnánk lenni. Itt van az én felhasználom, és itt van ez a teszt, aki ugye most regisztrált. Na hát egyébként, hogyha itt rányomunk arra, hogy letiltás, akkor ki lehet a felhasználót tiltani. Hát innentől kezdve nem tudna bejelentkezni. Valamint ugyanez a jóváhagyás gomb jelenik egyébként meg, ha azt állítjuk be, hogy a felhasználók csak jóváhagyás után jelentkezhetnek be regisztráció után. De szegényt hagyjuk jóvá. A szerkesztés alatt egyébként tudjuk a felhasználónak ilyen alapadatait szerkeszteni, és a szerepköreit is befolyásolni tudjuk. Na ez az, ahol a jogosultságkezeléshez érkeztünk. Ugye eddig volt nagyjából a felhasználó kezelés része. A szerepkörök jelentik azt, hogy a felhasználó milyen jogosultsági szinten van. Van egy pár alapból beépítve, amit itt, és itt ki is választhatjuk őket. Ezek itt most csak egyszerű pipák, amiket használtunk, de valójában ezek a szerepkörök összetett jogosultsági csomagokat, szinteket jelentenek. Majd ezt is mindjárt megnézzük, hogy pontosan micsodák. De mondjuk, hogyha azt akarjuk, hogy a tesztfelhasználók bejelentkezhessen az admin felületre, akkor valamelyik emeltebb felhasználói szintet kell neki kiválasztanunk, amiből a legmagasabb az adminisztrátor. De egyébként ezeket mind módosítani tudjuk, meg újat is hozzáadhatunk, csak ezek vannak alapból. Mondjuk az editor az például azt tenni lehetővé, hogy egy néhány új tartalomelemet tudjon hozzáadni. Hát próbáljuk is ki. Rámentünk, és hogyha most frissítjük itt az oldalt, akkor most már megjelent a vezérlőpult link tesztünknél is, és ő itt látja az admin feletet. Hát látszik, hogy ő sokkal kevesebb dolgot lát, tehát hogyha itt egymás mellé rakjuk a kettőt, akkor pláne nyilvánvaló lesz. Ez azért van, mert ő ugye nem adminisztrátor. Tehát például a beállításokat nem éri el, a felhasználókat sem éri el, tehát nem mehetne be a felhasználók közé és adhatna magának magasabb jogosultságot, viszont új page-et ő is hozzáadhat. Ez arra jó, hogyha néhány felhasználót ki akarunk arra jelölni, hogy az oldalon egy pár dolgot módosíthasson. És az, hogy pontosan mit, azt tudjuk beállítani a szerepköröknél. Úgyhogy menjünk vissza. Itt egyébként a felhasználók oldalon még tudunk egy pár dolgot csinálni, például ki tudunk felhasználókat törölni is. Mindezeket a műveleteket tudjuk náluk csinálni többesével, tehát még ki tudunk több felhasználót jelölni, és valamelyik műveletet elvégezni rajtuk. Hát tudunk felhasználókat szűrni, így, és tudunk új felhasználót közvetlenül innen is hozzáadni. Tehát ez olyan, mint a regisztráció, csak közvetlenül. És hát itt vannak a szerepkörök. Na nézzük meg, hogy azok mik. Itt látjuk felsorolva azokat a szerepköröket, amiket ugye a felhasználónak a editorában már láttunk.
Látható, hogy mindegyik szerkeszthető, és az adminisztrátoron kívül, ami egy fontos beépített szerepkör, mindegyik törölhető is, sőt, szerepkört hozzá is adhatnánk. De nem mondjuk, nézzük meg, hogy az editor szerepkörünk, aminek ugye, amit ugye hozzáadtunk a tesztfelhasználókhoz, az mivel bír. Egyébként az ugye fontos megjegyezni, hogy ezek a szerepkörök egy ilyen szerepkörből, vagy több szerepkörrel is rendelkezhet egy felhasználó. És amit ő végül képes lesz megcsinálni, vagy amilyen jogosultságai lesznek, az az összes szerepkörének az összessége. Tehát amit egy szerepkör neki előír, vagy lehetővé tesz, azt ő meg fogja tudni csinálni. Na, és itt látjuk, hogy hogyan néz ki egy szerepkör. Egy szerepkör az jogosultságoknak a gyűjteménye. És minden egyes jogosultságnál meg van mondva, hogy erre a felhasználó jogosult-e. Tehát mondjuk az első az az, hogy a settings funkció, ugye itt megint visszautalnék a boldog funkciók témára, és ez a settings funkció, ez látható itt a modulok alatt alul. Íme. Ugye ez az egyik olyan core modul, amit nem lehet kikapcsolni, illetve egész pontosan core funkció, amit nem lehet kikapcsolni, amiről Bence korábban beszélt. Tehát például a settings funkcióban egyetlen egy jogosultság, vagy engedély, angolul permission van, a manage settings, azaz a beállítások kezelése. És hát ezt tudjuk engedélyezni, vagy nem engedélyezni. Látható, hogy most nincs engedélyezve. Na most elvileg, hogyha ezt engedélyezem, akkor onnantól kezdve a tesztfelhasználónk is látni fogja ezt a beállítások menüpontot. Próbáljuk is ki, menjünk le az egésznek az aljára, és nyomjunk rá arra, hogy mentés, mielőtt még itt néznénk egy kicsit tovább. És átmegyünk a tesztfelhasználónkhoz, ráfrissítünk az oldalra, és valóban itt vannak a beállítások. Alatta pedig az összes beállítás. Úgyhogy működik. És visszatérve a szerepkör szerkesztőjébe, itt még van egy rakatnyi jogosultságunk, amit kezelhetünk. Minden egyes modul, minden egyes funkciójához van itt egy bejegyzés, hogyha az a funkció bármilyen szerepkört, bármilyen jogosultságot elérhetővé tesz, mert hogy szüksége van jogosultság kezelésére. Például a users modulban van egy olyan engedély, hogy Managing Users. Hogyha ezt bepipáljuk, akkor onnantól kezdve a felhasználók menüpont, az elérhető lesz az adott szerepkör felhasználói számára. Ugye gyakorlatilag ez határozza meg azt, hogy egy felhasználó az tudja önmagát szerkeszteni. Bocsánat, az a managing roles. A managing users az csak hogy látja a felhasználói fiókját, és szerkeszheti a nevét, meg az e-mail címét, és ez a managing roles, meg assigning roles, vagy assign roles vonatkozik arra, hogy a rólokat is befolyásolhatja. Tehát gyakorlatilag itt mind a három kell ahhoz, hogy valaki másoknak és a saját felhasználói fiókjának a szerepköreit befolyásolja. Egyébként itt zárójelben jegyezném meg, hogy orchardban a felhasználók is tartalomelemek. Tehát ugyanez nem nyilvánvaló, de hogyha bemegyünk a tartalom definíciók közé, akkor itt megtaláljuk a usert. Erre azért van szükség, mert bár így felhasználókat nem innen az új alól hozunk létre, de azért van szükség, hogy a felhasználók is ugyanolyan rugalmasan kezelhetők legyenek, mint bármilyen más tartalom a rendszerben. Tehát mondjuk itt is hozzáadhatunk tartalomrészeket vagy tartalmi mezőket. Tehát ha például azt akarjuk, hogy minden egyes felhasználónak lehessen egy kis leírása, akkor itt hozzáadhatnánk egy mezőt hozzá, és minden felhasználónak lesz egy leírása. De vissza a szerepkörökhöz, tehát van egy csomó szerepkör, illetve minden létrehozható, minden
pillanat visszautalnék egy korábbi dologra. Igen, itt van ez a létrehozható metaadat. Minden létrehozható tartalomtípushoz automatikusan megjelenik itt egy ilyen lista. Igazából nem is ez, hanem mint itt a page-nél. Tehát automatikusan le lesznek generálva ilyen engedélyek, mint hogy publish or unpublish, vagy edit page, vagy delete page. Így aztán, hogyha létrehozunk egy új tartalomtípust, és az létrehozható, tehát megjelenik itt fent az új alatt, akkor automatikusan kapni fogunk hozzá ilyen jogosultságokat, amiket egyenként beállítgathatunk, hogy kinek akarunk engedélyezni. De hát itt még van egy csomó egyéb jogosultság is, különösebben egyik sem érdekes, vagy egyik sem különleges, úgyhogy érdemes ezt felfedezni. Egy dologra azért, két dologra, mégiscsak három dologra felhívnám a figyelmet, ezekre erre a három utolsó jogosultságra. Az Access Admin Panel szól arról, hogy ki az, aki egyáltalán az admin feltre beléphet. Ha ez nincs meg, akkor semmi egyebet nem tudja csinálni. Van egy olyan is, hogy Access Site Frontend, ez arra vonatkozik, hogy ki az, aki az oldal külső részét meg tudja nézni. Tehát csináltunk olyan weboldalt is, aminek ezt a külső felületét sem látja senki bejelentkezés nélkül. Illetve van egy ilyen, hogy Site Owner's Permission, amelyik szerepkörnek ez engedélyezve van, az mindent tud. Tehát amikor ez a Site Owner's Permission be van pipálva, az igazából azt jelenti, hogy bármit megcsinálhatsz, függetlenül minden egyéb beállítástól. Úgyhogy ennyi lenne általánosan a jogosultságkezelés, meg a szerepkörök kezelése. És most nézzük meg, hogy hogyan lehet beállítani egy-egy tartalomelemnek, hogy az hogyan jelenjen meg. Tehát mondjuk azt akarjuk, hogy van egy page-ünk, és tegyük fel, hogy az a page-ünk a tesztoldal. Mi van, hogyha azt akarjuk, hogy ez a tesztoldal, ez csak az editor felhasználóknak jelenjen meg, vagy ez csak a bejelentkezett felhasználóknak jelenjen meg, a többieknek nem. Mondjuk próbáljuk ki azt, hogy csak a bejelentkezett felhasználóknak jelenhessen meg. Ehhez be kell kapcsolnunk egy funkciót, méghozzá az a Content Item Permissions funkció. Ez fogja nekünk ezt a funkcionalitást elérhetővé tenni. Úgyhogy engedélyezzük is. És amint ez bekapcsolódott, ismét vissza fogunk térni a tartalomtípusok kezelésének témaköréhez, mert szükség lesz rá. Meg is történt. Úgyhogy a következő lépés, amit meg kell tennünk, az az, hogy valahogy bekapcsoljuk azt, hogy a page-einknek be lehessen állítani a jogosultságokat és a láthatóságot. Hiszen ugye ez is, ez a tesztoldal, ez egy page. Úgyhogy lássunk is hozzá, ehhez az kell, hogy egy content partot kell majd a page content type-unkhoz hozzá csatolni. Úgyhogy menjünk be a page-hez. Igen, és a tartalom részek alatt majd csatolunk valamit. És itt van az, hogy Content Permissions. Tehát a Content Permissions funkció, meg hát modul is, az elérhetővé teszi ezt a bizonyos Content Permissions tartalom részt, és ez lesz az, ami majd nekünk lehetővé teszi, hogy a page tartalom elemeknek a láthatóságát befolyásoljuk. Úgyhogy mentés, és nézzük meg, hogy mi történik. Legyen, menjünk ennek a Content Permissions tartalom résznek is van egy pár beállítási lehetősége. Itt tudjuk rögtön megadni például azt, hogy amikor az egyes tartalomelemeket szerkesztjük, akkor mely szerepkörökhöz legyen felsorolva az, hogy azt a tartalomelemet megtekinthetik-e, szerkeszthetik-e, stb. Ugyanis ez egy eléggé összetett szerkesztőfelület, elég sok dolog jelenik meg, lehet, hogy nem akarunk mindent mindig megjeleníteni. Például csináljuk azt, hogy
kiveszünk mindent, és azt mondjuk, hogy mi csak azt akarjuk, hogy meg akarjuk mondani, hogy a bejelentkezés nélküli, és a bejelentkezett felhasználók mit csinálhassanak. Az összes többi szerepkör bennünket nem érdekel. Úgyhogy mentés. Oké. Most térjünk vissza a tesztoldalunkhoz, és frissítsünk rá. És itt legalul megjelent ez a kis pipánk. Hiába csatoltuk rá azt a tartalom részt erre a tartalom típusra, ameddig nem mondjuk azt, hogy igen, akarunk láthatóságot szerkeszteni, addig ez nem fog menni. És itt van ez a szép nagy szerkesztőnk, ugye csak ezzel a két szerepkörrel, amit ott elérhetővé tettünk. Hasonlóan a widget rétegekhez, amit korábban láttunk, az Anonymous az egy olyan beépített szerepkör, ami a bejelentkezés nélküli felhasználókra vonatkozik, az Authenticated pedig az összes bejelentkezett felhasználót jelenti. Ugye azt mondtuk, hogy azt akarjuk, hogy ezt a page-et csak a bejelentkezett felhasználók láthassák. Ehhez pedig az kell, hogy bepipáljuk ezt itt, és ha minden jól megy, akkor ennyi volt. Más nem akarunk befolyásolni, tehát azt nem akarjuk mondjuk megmondani, hogy a bejelentkezett felhasználók ezt szerkeszthessék-e. Eleve, mert a bejelentkezett felhasználók nem tudnak ide az admin felületre bejönni. Ugye ahhoz, hogy valaki be van, ahhoz nem elég, hogy valaki csak be van jelentkezve. Ahhoz egy magasabb szintű jogosultság szükséges, mint mondjuk az editor a tesztfelhasználóknál. Úgyhogy maradunk csak ennél. És ha közététel most, és kimegyünk ide, akkor ugye mi most be vagyunk jelentkezve, sőt, hát mi adminisztrátorok vagyunk, úgyhogy látjuk a tesztoldalunkat. Próbáljuk ki, hogy a tesztfelhasználóval látjuk a tesztoldalunkat, és látjuk. Ez eddig működik, na de most próbáljuk ki, hogy mi az, amikor kijelentkezünk, akkor látjuk-e. És nem. Próbáljuk ki még egyszer, megpróbáljuk megnyitni, de nem sikerül. Nincsen engedélyünk hozzá, és hozzáférés megtagadva, és minden. Na, pontosan erről szól. Tehát itt tudjuk azt elérhetővé tenni, hogy az oldalunk egy részét elzárjuk bizonyos felhasználók elől. Mondjuk létrehozhatunk egy olyan blog oldalt, ahol bizonyos blogposztokat csak a barátainknak engedünk megnézni, vagy a családtagjainknak. Tehát mondjuk egy olyan családi weboldalt is létrehozhatunk, ahol a nyilvánosság lát valamit, az oldal egy része az viszont már csak a bejelentkezett és igazolt családtagoknak elérhető. Úgyhogy ennyi lett volna mára, köszönöm a figyelmet, most már semmi sem akadályoz meg benneteket attól, hogy vagy abban, hogy elrejtsétek azt, amit kiblogoltok, kiposztoltok, de aztán mégse akarjátok, hogy mindenki lássa. Köszönöm a figyelmet!